Eleinte a kiesés ellen küzdött, de 1955-ben már a harmadik helyen végzett. Az ismeretlen játékosokból évek alatt összekovácsolódott együttes. 1957-ben már újra Ferencváros néven és zöld-fehérben lépett a nemzet. Hát én 57-től kezdve alakult ki az úgynevezett későbbi jó Ferencváros csapat. 57 őszén kerültem be a Ferencvárosba, és ettől kezdve 58-ban jött az Albert Flórián, és ettől kezdve alakult ki egy olyan csapat, amelyik aztán későbbi folyamán a bajnokságot, VVK-t, és nem is egy, hanem is két bajnokságot megnyertünk. Egy olyan időszakban kerültem oda az első csapathoz, amikor hát tényleg élmény volt ott játszani. Hát a 60-as évek csapatáról öröm beszélni, mert akkor nagyon nehéz volt azt tétvenni, hogy kik voltak a húzó emberek, mert ugyanolyan értékes ember volt egy középpályán dolgozó játékos, vagy pedig mind az Albert Flórián, valahogy egymást kiegészítettük. Persze, hát itt a 11-ben azért voltak tényleg nagyon nagy klasszisok, mindjárt az Albert Flóriánt emelném ki, aki hát nagyon híres játékos volt, de itt volt mellett a Varga Zoltán, vagy hátul a védelemben a Mátra és Sanyi, vagy elő a csatás a bal oldalán a Fenyvesi Máté, akik hát bizony nagyon nagy egyéniségek voltak, hát mi meg ott mellettük szorgoskodtunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Hát én azt hiszem, hogy ha nagyon sok sikernek voltam részese, de ezt együtt kell említeni a csapattal. Hisz elsősorban ez csapat érdek, és nem egyéni játék. Én akkor abban az időszakban, amikor játszottam, a Ferencvárosnak egy jó csapata volt, és az elsősorban csapat siker volt, és nem egyéni. Még egyszer hangsúlyozom. Én nagyon örültem, és örülök annak, hogy egy olyan korszakban játszottam a Ferencvárosnál, amikor hát sikereket ért el a csapat, Vásárvárosok kupáját nyert ez a társaság, és hát más két ízben is még döntőt játszott az UEFA kupában is, és a bajnok csapatok kupájában is, hát szép sikereket értünk el. Én azt hiszem, amikor siker van, és egy kupasorozatban van siker, akkor minden mérkőzés emlékezetes és jó, de azért mégis voltak olyan kirívó mérkőzések, amire az ember szívesebben emlékszik. Elsősorban gondolok egy Liverpool mérkőzésre, ahol hát hazai környezetben nehezen boldogultunk a Liverpool-al, és kint szinte vesztesként mentünk már, és mégis egy nagyon rossz talajú pályán, rossz körülmények között ezt a mérkőzést 1-0-ra meg tudtuk nyerni, ahol szép siker volt, de gondolhatok egy Szarajevo mérkőzésre, és ahol 11-esekkel jutott tovább a csapat, ahol pesti mérkőzésen kikaptunk 2-1 arányban. De egy Bilbao, Zaragoza, vagy sorolhatnám a Manchester mérkőzéseket is, ez mind-mind szép siker volt. Hát azt hiszem, hogy azok a 11-esek emlékezetesek, amelyek eldöntenek valami hát tét dolgát. Elsősorban gondolok arra, hogy nem lehet 11-es rúgni akkor, amikor egy csapat 3-0-ra vezet, vagy fordítva. Akkor sem nehéz, amikor már vesztett pozícióban van egy társaság. A nehéz dolog akkor van, amikor hát egy 11-es eldönti egy mérkőzés kimenetelét, vagy egy kupában a továbbjutás sorsát. A világ különböző kontinenseit jártuk, és alakult egy igazi nagy csapat, amelyik a magyar mezőnyben az 1966-os, 67-es évben bajnoksággal örvendeztette meg a szurkolóit, 1968-ban sok Fradi játékossal együtt olimpiai döntőt és győzelmet ért el a magyar válogatott. Az 1960-as évek végére a Ferencváros játékosai úgy érzem, hogy elérték azt a maximumot, amit játékos elérhet. Aranylabdás lett Albert Flórián előző évben, és jó néhány játékos Európa klasszis játékot mutatott. A 70-es évek elején még maradt a lendületből, és hagy említsem meg még egyszer az 1965-ös VVK győzelmet, az 1967-es és 68-as kupa szereplést, ahol szintén kupa döntőt játszott a Ferencváros. A Leeds United csapata ellen. Kint kikaptunk 1-0-ra, és itthon 75 000 ember éhesen várta a sikert,
de sajnos hiába játszottunk egy kapura, az a fránya labda nem akar bekerülni a hálóba, és nagy-nagy szomorúságunkra, bánatunkra Sir Stanley Rouse, a FIFA akkori elnöke, nem nekem az akkori csapatkapitánynak, hanem Billy Bremnernek, a vörös kis kótnak nyújtotta át a Vásárvárosok kupáját. Nekünk csak egy ilyen kis miniatűr példánya maradt meg. Éger, csak mint egy elképezve azt, hogy hát 1965 után ismételten el tudtunk jutni a Vásárvárosok kupájának döntőjébe, de hát az akkori nagykupa helyett, hát ezt a kicsinyített másolatát őrizzük valamennyien a rükkvűjtőt. Tulajdonképpen az én játékos pályafutásom alatt kezdett kialakulni egy nagy csapat, egy olyan csapat, amely nem csak a hazai bajnokságban, hanem a külföldi kupamérkőzéseken is megállta a helyét. 1965-ben a magyar csapatok közül elsőnek, és sajnos azóta is egyedülinek, a Ferencváros volt az, aki a Juventus csapata ellen megnyerte a Vásárvárosok kupáját, a mai UEFA kupát. A megkoronázása volt ennek az időszaknak az 1965-ös VVK győzelem. Nem kisebb csapatok ellen léptünk pályára, mint a Manchester United, akivel három mérkőzést játszottunk többek között, és a döntőben egy mérkőzésen Torinóban a Juventus volt az ellenfelünk. Gondolom nem csak nekünk játékosoknak, akik ezen a mérkőzésen részt vettünk, marad ez örökké felejthetetlen emlék élni, hanem azoknak a magyar szurkolóknak is, akik mondjuk nem mindig szimpatizáltak a Ferencvárossal, főleg akkor nem, amikor egymás ellen voltak a mérkőzések, mondjuk egy MTK Fradi vagy egy Újpest-Ferencváros mérkőzés, de úgy jól esett, hogy amikor hazajöttünk, ők is tiszta szívből gratuláltak, örülni tudtak velünk együtt annak, hogy végre egy magyar csapat jelentős nemzetközi sikert érjen el. Sok-sok mérkőzés után még eljutottunk a döntőig. 1965-ben Torinóban volt, a Juventus ellen játszottunk. Hát itthon mindenki már leír bennünket, mert idegenbe, tehát olasz földön játszani egy olasz csapat ellen, hát az hazai pálya, az mindig fél győzelem már. Nagyon-nagyon összeszedtük magunkat, és csak azért is megmutattuk azt, hogy hát azért tudunk mi külföldön is játszani. Ezen a mérkőzésen 1-0-ra megvertük a Juventust, és óriási öröm volt számunkra, és nem utolsó sorban az, hogy hosszú-hosszú évek után végre egy csapat kupát nyertünk.